Már közel egy éve, hogy a koronavírus járvány korlátozza a hazánkban élők mindennapjait. Az első magyarországi fertőzöttet 2020. március 4-én regisztrálták, és nem sokkal később, március 11-én országos veszélyhelyzetet rendelt el a magyar kormány. Azóta mindenki a megoldást várja. A védőoltás az igazi megoldás, hiszen ezzel valóban meg tudjuk védeni magunkat, és így a környezetünket is. Mindenkit arra buzdítok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, regisztráljon, hogyha regisztrált, akkor remélhetőleg minél hamarabb megkaphatja valamelyik oltást. Mindegyik oltás biztonságos és hatásos. A szóvivő elmondta, a mentőszolgálat tapasztalatai is azt mutatják, hogy a harmadik hullámmal egy agresszívabb mutációja érkezett meg a vírusnak, így még nagyobb óvatosságra hívja fel az emberek figyelmét. Györfi Pál azt is hozzátette, az egyik legnehezebb dolog a sok információ között kiigazodni, de mindenki higgyen a delegált szakembereknek. Az pedig, hogy az oltások meddig adnak védettséget, idővel kiderül. Folyamatosan mérik az ellenanyagszinteket az emberek vérében, és ha azt látjuk, hogy egy év múlva is még mindenkinek magasak lesznek ezek az ellenanyagszintjei, akkor azt mondhatjuk, hogy egy évig biztosan véd, de titkosan, titokban abban reménykedünk, hogy akár több éven keresztül is védettséget adnak ezek az oltások. Már csak az az a kérdés, hogy lesznek-e olyan mutációi a vírusnak, ami ellen esetleg újabb oltás kell, de most, jelen pillanatban Magyarországon és a világban máshol is az a cél, hogy ezt az oltást, ami most rendelkezésre áll, a lehető legtöbb ember megkapja. Györfi Pál úgy nyilatkozott, mindenki fokozottan tartsa be az óvintézkedéseket, hogy mielőbb a nyitásról dönthessen a kormány.